A hazavágyi. Több hagymás. Jeges szél fúj kelet felül, semmi hír a kedvesemről. Messze vitték már egy éve, mikor lesz a harcnak vége? Hol vannak a rügyező fák? Hová tűnt a sok virág? Istenem, hol a szabadság? Bírják majd, és gazdaságilag meg fogják oldani a problémát. Jelentkezett egy másik társaság, ez olyan, mint a szőrös pulikutya, nem lehet tudni, hol melyik fejre harap, tehát szalonnával kell megnézni, hogy... Ez egy jóval kisebb, mint a magyar szürke marha, de erősen magyar. Biztos, hogy magyar, mert azt mondták, hogy a Fekete István azt írja, puli, az nem is kutya, az puli. Ugye? Na ez harapdálja a szürke marha. Ha csügyét, fülét, farkát, azt a szürke marha, ha nem arra megy, amerre kell, majd a puli fogja terelni. Nem tudom, tetszenek-e ilyen.
kultuszról beszélgettek. Ő az az ember, aki a trianoni békediktátumot képes felülírni. Visszakerül Magyarországhoz az elveszített területek csak nem fele, és döntően olyan területek, ahol valóban a többségben magyar lakosság. Most Adolf Hitler nem nagyon szerette, ha neki bárki ellen mond. Kánya Kálmán emlékiratai szerint üvöltözni kezdett Hortival, aki teljesen nyugodtan felállt, és közölte, hogy kancellár úr, ha azonnal nem vesz vissza a hangjából, akkor én elmegyek, ön egy 1000 éves állam képviselőjével nem üvöltözhet.